A hitetek föl lesz támadva, hogy hallottátok ezt a bizottságot. Kész a hitetek, felszállt, felemelkedett. A szemetek, a szemünkkel vagy olyan. A szemével volt a kedves olyan. Ugyanúgy látsz az egyik szemben, mint a másik, és ezért nem láttam. Mi ez ezt a jó? Igen, homály. Tessék bemutatkozni, akkor ez. Krisztina vagyok, Szegédről. Szegédről jött az Erga Krisztina, akit hallottok. Kérem szépen a figyelmeteket, mert egy csodát hallottok. Szemfenék messzesedésem van. Szemfenék messzesedéssel jött a kedvesről gyógyulni. A bal szememben, és ugyanúgy látok most, ahogy elzakadt, hogy a bal szememben volt az út összes problémát. Hány százalékos volt a látás csökkenése? Nagyon nagy. Nagyon nagy. Tehát szinte semmit nem láttál a szemeddel, az a szemeddel. Igen, igen. Tehát nagyon keveset. És ha most letakarod a jó szemedet, akkor a másikkal lát. Akkor megkérem Annit, hogy álljon ide eléd, és te takard le a szemedet, amelyik működőképes és jó volt. És amelyikkel nem láttál, abban nézd, és Anni pedig mutass egy számot. Mutass fel, és a kezdetben nyugodtan, mit lát? Egy tapsot kérünk, hatónak valóban. Valóban így van. Ez egy nagy öröm nekünk, hogy ezt ő is megcselekedte. Tegyünk még egy próbát, egy másikat fogunk mutatni. Takard le a szemedet, azt a szemedet, amelyikkel láttál eddig, és ami meggyógyult, az a szemeddel, az előbb a másik volt. Dicsőséget adunk Istennek! Megköszönjük az Úr Jézus Krisztusnak! És megtaláljuk, annyit látottam, hány százalékos volt a károsodás? 70 százalékos károsodásból tökéletes látást faragott az Úr Jézus. Anna, mit szól lehet? Mit szól lehet, hogy ez megtörtént? Mindenható Istennek köszönöm. Járt a gyülekezet pedig? A szegnyedi gyülekezet tagja volt. Hány éve jár a gyülekezetben? 2004 óta itt kezdtem. Tehát itt kezdett Nagykörösen, és 2004 óta jár a gyülekezetbe. Már nagyon sok éven ismeri az igét akkor. Tehát Jézus hűséges, ugye? Betékét a pásztort, és a gyülekezeti munkát megáldjuk, és nagyon köszönjük, hogy elmondtad, drága vagy nekünk. Áldott olyan Úr Jézus szemlemek. A szürkehályogok tűnnek el. A szürkehályog tűnik el a szemről ebben a pillanatban. Nagyon sok evangélistánk van együtt, akikkel dolgozunk. Saját szolgálatok, az Úr szolgálat, egy magyar nyelvű szolgálatok, saját evangélizető szolgálataik vannak. És valaki kérdezte, hogy a kenetben részesülhettek-e? Tehát importálható-e a kenet? Igen, akik régóta velünk vannak, Isten felkeni őket. 70 evangélistánk van az országban. Az Úr mondja ezt, és különböző szinteken állnak a szolgálatban. Semmi nem fogja leállítani ezt a munkát, mert a szellem végzi ezt a gyönyörű gyógyítást. Mert az Úr él, és az Úr gyógyít benneteket. A gerinc problémára kerülünk most, ez egy idegbecsüklődéses probléma lett most, a gerinc betegek fognak meggyógyulni. De van egy valaki, egy ember köztünk, akinek teljes gyógyulás sem. Igen, egy olyan területen, amely csak férfi területen fordulhat elő. Egy teljes gyógyulás ad az Úr az illetőnek. Nem tudom, mi a probléma, mi volt a probléma, mert már az illető észrevette, hogy meggyógyult. Tehát egy más jellegű probléma, hogy nem lehet a nőknél, egy olyan területen van, egy tökéletes gyógyulás. És észre fogjátok venni, hogy ez, ahogy mondtam, ugye igazság. Ezeken a területeken is lehet bármiféle probléma, ugye? Tehát nem mondom, hogy rák betegség, vagy bármi. Nem nevezem meg a betegséget, mert nem mondom, hogy rák, mert bármilyen probléma lehet azon a területen is, de az meggyógyult. Elmúlt. Elsöpörte az Úr, lesöpörte rólad. A szentelem végezte azt a munkát. A szentelem végezte azt a munkát. Úgyhogy továbbra is csak hitben jár, és jelenti, hogy meggyógyultál.
Nagyon súlyos probléma is lehetett. Bármi is volt az, ott meggyógyultál. Sokan gyógyulnak meg, észbetegek is. Sokan gyógyulnak meg. Az utolsó ilyen gyógyultnál, akivel beszéltem, ő utána is visszahívják őket rendszeresen vizsgálatokra, akkor is, ha negatív eredmény mutatott ki a vizsgálat, és újra és újra negatív. Kisgyermekei született, és ráadásul felesége lett, és a gyermek tökéletesen egészséges. És mielőtt a gyógyulás előtti vizsgálatokon végigment, a legrosszabb jelentéseket kaptam. Azt a rosszabb jelentése már nem lehetett volna őt kiküldeni. A kórházból két méterre vissza kiérték őt a vizsgálatra, és tökéletességgel jött vissza a jelentés. Teljesen megtisztult ebből a betegségből. Az Isten dicsőségére van. Köszönjük Istennek! A gerincsel és az ideg besiklődéses problémák és kisugárzó, lába kisugárzó idegfájdalmak, ezzel lehet kezdeni. Gyógyulás a szemben. Jó? A derék területen is van a gyógyulás. Addig maradjunk a helyünkben, hogy meg nem hallgatjuk ezt a gyönyörű gyógyulást. A szemüveg a kezében mutassa, hogy ne dugja el, hanem mutassa, hogy ezzel a szemüveggel jött. Miért volt szüksége erre a szemüvegre? Mindenkinek kérem a figyelmét, figyelj, csodát hallom. Figyelj, a szemüvegre azért volt szükségem, mert még szemüveggel is csak motorkáltam. És azért most a diagnózis tulajdonképpen megműtötték a szememet, és nem jól sikerült a műtét. Szürkehályog. Szürkehályog miatt kellett egy műtét? Mikor volt ez a műtét? Mikor volt ez? 2006-ban. És azóta egyre rosszabb volt a látásom, állandó csepegtetés, ez hasonló probléma. És szinte már fehér bottak rámok az utcán, szóval nem láttam annyira, tehát közöttem gödrözök. Na most ezért volt szükségem a szemüvegre is, de most úgy érzem, hogy szemüveg nélkül jobban látok. A jobb szemem pedig a műtét után most jobbra nézett. Tehát a két szem zavart egymást, ami előre nézett, arra egy szürke kép ráment, és ez miatt aztán a éles kép is rontott volt. És ezt nem tudtam úgy összehozni. Most úgy néz ki, mintha ha szemüveg nélkül nézem is, mint a javult volna mindez. És remélem, hogy ez még a további jó. Ez határozott javulás, amit most tapasztalt. Tehát jobban esik szemüveg nélkül lenni. Élettel tértek haza, és teljes gyógyulásban, és köszönjük ezt Istennek. Hálásosan. Fogunk kérdéltétellel mindjárt imádkozni még egyszer az édesapáért. Köszönjük. Mert hozzá kell szokjon ahhoz, hogy a szemizmok és másként kell működjenek, mint eddig. De szemmelek valóban ne tegye vissza, és Isten kegyelme van maga fölött, megérintette Isten. Szemmel látható. Köszönjük Isten. Az elég területen van, még egy hivaton adott eszem a nyomány. Tessék jönni akkor a Jézusnak a örömére mondjuk ezeket. Üdvözöllek először, vagy először vagyok, igen. Kecskemétről jöttem, Dalány Zsigmondé vagyok. Problémás volt a szemem, közelről csak szemüveggel láttam már, és most már sokkal jobban látok. Hát van egy nyolcas. Nem tudom, lehet, hogy itt van a táskában. És most úgy tapasztalok, hogy a szemeddel jobban tisztában lát? Igen, sokkal jobb. Sokkal jobban látok. És hogy köszönjük ezt meg a Jézusnak? Köszönöm.
Én mit tudom mondani, ugye felemeljük a szívünket és hálát tudunk. Hálás a szívünk, áldott legyen az Úr Jézus szent neve. Nagyon köszönöm, hogy elmondtad, áldott legyen. Jó, most a bizonságos urat egy kicsit szüneteltetjük, ha nem, rátérünk a lábak és a derekak területére. Van, aki még nem látta mosolyogni, van olyan. Úgyhogy van, akit még nem láttam elmosolyogni ennyi bizonság után sem. Úgyhogy egy kicsit elbátortalanodtam, hogy az illető, aki még egy darab mosolyt pedig nem engedett meg magának, az honnan jött, a Holdról jött esetleg, vagy honnan jöttünk, hogy tudunk-e egy mosolyt megengedni, amikor ennyi csodát látunk. De egy kis örömet a szívünkből. Hogy tudunk-e örömet egy nyelvőről. Ugye tudunk. És az Úr Jézus bizony megérdemel egy tapsot, egy örömet tapsot. Milyen az élete, hogy az Úr Jézus ne lenne képes abban a mélységben lenyúlni, megfogni az ember kezét és felemelni olyan magaslatokra, amiről nem is tudta, hogy létezik. Erre képes az Úr Jézus. És erre az útra hívunk benneteket. Nem vallást akarunk nektek tanítani, hogy visszajártok kétről hétre, hanem a hitet, ami az élő igéből fakad majd a szíveteken. Mert a Biblia tanítja, hogy ha prédikáltatni tettek az evangéliumot, Isten ereje minden hívőnek üdvösségére. És kijelentetik ez az erő hitből hitbe, szellemtől szellembe. Vagyis az azt jelenti, hogy ha halljátok az igét, a hitetek fel fog ébredni. Akik régóta jártok, észreveszitek, hogy mások. Az első, amit beszámolnak az emberek, amikor bejönnek hozzánk, hogy annyira mások az emberek. És tudjátok miért? Mert az ige elkezd élni bennünk. És az ige gyümölcsöt terem. Az Isten élő igéje, a Jézus Krisztus, a szívünkbe töltözik. És onnantól kezdve más az életünk. És a mai napon benneteket erre az új életre hívunk. Isten életét fogjátok tudni megélni a mindennapokban. Tehát nem az lesz a kérdés, hogy milyen vallású vagy, amikor ide bejött hozzánk. Bármelyik keresztény vallásból jöhet, itt hitet fog tanulni. A vallás van kint elég a világban, és egy szent hitre hívunk benneteket, ami az Úr Jézus Krisztusban való szent hitünk. És ebben kell épülnetek. És erre a munkára hívunk benneteket, és most egy kezdete ennek, hogy újjá kell születnetek, ahogy Jézus mondta. Azt, hogy az ige írja, hogy újjá kell születni, János evangéliumban olvassátok a 3. fejezetben. Szükség néktek újonnan születnetek. Mert ha újonnan nem születtek, nem láthatjátok Isten országát. És a Jézus Krisztus ezért jött, hogy nekünk örök életünk legyen. És most egy lehetőséget kaptok arra, hogy ezt befogadjátok. Akik hisznek, és a hitükről vallást tesznek, azok ilyen örök élet.